Több mint 155 ezer Magyarországra behozott használt személyautóval rekordot döntött az import 2018-ban hazánkban, derül ki a vezes.hu adataiból. Változóban vannak a használt autóvásárlási szokások is, a prémium márkák népszerűsége visszaszorult az elmúlt években. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Gulyás József, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének a elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Rekordot döntött. Ez mit jelent? Még a válság előtti rekord, az, tehát hogy még azt is túlszárnyaltuk? Mert akkor is lehetett rekordokról hallani elég. Igen, igen. Tehát a 2008-as válság előtti időszakban a használt autó darabszám, bár a belső piac nagysága az nagyjából ugyanaz volt, de a külföldön behozott használt autók darabszáma akkor lényegesen alacsonyabb volt, tehát akkor nem haladta meg egyik évben sem a 100 000 darabot. Aznak, hogy most 2018-ban ilyen sok használt autót hoztak be külföldről, ennek elsősorban az az oka, hogy az új autódarabszám a válság előtti szinthez képest azért még mindig jelentősen elmaradt. És bizonyos modelleknél, bizonyos évjátokban hiány mutatkozik a piacon, és ezért van szükség, ezért igényli a piac, hogy sok használt autót hozzanak be külföldről. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy használt autók tekintetében rekord, új autók tekintetében viszont nem. Igen, ugyanis a válság a 2007-es, 2008-as években 180-190 darab új autó forgalmazás történt Magyarországon. Tavaly a 120 ezer darab számot haladta csak meg, tehát a 180 ezer darab számhoz képest azért még jelentős elmaradás van az új autó eladások tekintetében. Úgyhogy ha behoznak új autókat, vagy használt autókat, és vásárolnak használt autókat, akkor milyen korúakat főként, tehát melyik a közkedveltek? Igen, itt valószínűleg a piac és az egyéb okok miatt elsősorban az 8 és 10 éves korú átlag életkorú használt autók. Tehát van egy statisztika egyébként, hogy 10 és 11 év közötti átlag életkor az, ami bejön. Ez egyébként sokak szerint nem igazán, hogy mondjam, előnyös, hiszen a hazai átlag élet, személygépjárműek átlag életkorát nem igazán javítja. Talán 13 év az átlag életkor, az össz több mint 3 millió használt forgalmazott autónak az átlag életkora, és 10 és 11 év között jönnek be az autók. Tehát igazából nem sokat javít a koron, és a környezetvédelmi normák sem mindig a legkorszerűbbek. De mivel erre van igény, sokkal kevesebb hitelt vesznek fel az emberek, inkább csak annyi vesznek autót, amennyi pénzük van. Tehát ez a tendencia a 2009-2008-as válság óta, hogy sokkal kevesebb hitelt vesznek fel az emberek. Igen, egyébként beszéltünk ugye a felvezetőben is, elhangzott, hogy most már a prémium márkák annyira nem elsődlegesek. Milyen kategóriák azok, amelyek főként? Igen, tehát elsősorban a népautók, uh-huh. amelyek igazán keresettek. Jó, hát ebből itt azért lehet fordítani, hogy gondolom melyik típus is. Igen. Tehát az átlag típusok azok a legnépszerűbbek, az alsó középkategória, igen, ezeket keresik az emberek. Gondolom a németek azért nagyon rámozdultak erre a történetre, nem? Tehát, hogy ott azért aktívan számítanak a külföldi vásárlókra. Igen, tehát a legnagyobb küldő ország az a német piac, tehát onnan jön be a legtöbb használt autó. Ezután következik Francia, Olasz, Spanyolországból is jönnek be kocsik, Ausztriából is nagyon sok autó jön be, és egy másfél éves tendencia, hogy Lengyelországból is jönnek kocsik Magyarországra. Ez egy érdekes kérdés, hát a lengyelek is nagy ország, és sok kocsit küldenek onnan is. De miért főleg Németország? Mindig azért, mert hogy jobb minőségűek ott a használt autók? Igen, ezt azért ki lehet jelenteni, hogy a legjobb használt autók Németországból jönnek. Tehát ez egy hosszú, széleskörű tapasztalat, azért már több mint 20 éve van komoly import onnan, és a legjobb kocsik onnan jönnek. Valószínűleg a legjobb úthálózattal rendelkeznek, a legjobb szervizhálózattal rendelkeznek, és a németek valahogy nagyobb becsbe tartják a kocsit. Tehát ennek megfelelően, hogy egy többet futott autó, az még nem biztos, hogy annyira rossz állapotú, tehát egy 8-10 éves autó viszonylag jó állapotban. Igen, tehát van összehasonlítási alap,
hogy egy 10 éves német használt autó és mondjuk egy 10 éves magyar használt autó, ha ugyanolyan kilométert futott, lényegesen jobb állapotban, mert a német országba futott. Az új autók esetében beszélt ugye a hitelkonstrukciókról, hogy ez most már úgy eléggé gátja az új autók vásárlásának, viszont a használt autókat is meg lehet venni hitelre, nem? Itt mennyire szokás egyáltalán? Igen, itt annyi változás történt, hogy 2012-ben az MNB szigorított a hitelfelvételi lehetőségekkel, tehát sokkal szigorúbb feltételekkel lehet csak használt autót, de új autót is venni, tehát kötelező mindenképpen a 20% önrész, és az úgynevezett jövedelemarányos hitelezésre is megfelelő szabályok vannak. Tehát ez egy adósvédelmi programnak is mondhatjuk. Tehát az MNB, a Nemzeti Bank nem engedi, hogy a lakosság túlzott eladósodása újra megtörténjen, mint a 2008-as válság előtt is volt, hogy sokan túlhitelezték magukat. Tehát ez a mai szabályozás mellett nem lehetséges, és valóban ez nagyon sok ember nem tud hitelt felvenni, és ezért csak annyi olyan kocsit vesz, amennyi pénze van. Na igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy hogyha használt autót vásárol, akkor hitelre vásárolja, vagy teljesen kifizeti az egészet? A tendencia az, hogy körülbelül a 20%-kal vásárol csak használt autók. A lakosság, vagy a vásárlóknak a 20%-a vesz fel hitelt, az összes többi készpénzbe fizeti ki. Ez az új autóknál azért nagyobb arány, ott, ha jól tudom, de erről nincsenek pontos statisztikáim, ott olyan 50-50%. Tehát 80% zsebből előveszi a készpénzt is, és odaadja. Igen. Ez általában mennyi, mekkora összeg? Másfél millió, kettő? Most itt a megyei tapasztalatuk az, hogy az átlagos vásárlás érték az a másfél milliós nagyságen. Tehát ezeket a kocsikat keresik legjobban, vagy 1 millió, 1,5 millió körüli autókat. Ez egyébként a 8-10 éves használt autóknak való itt az ára. Tehát mivel ezek a legnépszerűbbek, a 8-10 évesek, nagyságrendileg ez az ársáv az, amit keresnek. Mégis ha bankhoz fordul, akkor ezek a konstrukciók jobbak, mint a válság előtti konstrukciók? Igen, látja? Sokkal jobbak, ugyanis a kamatok azért nagyon alacsonyak, a jegybanki alapkamat ugye még mindig 1% alatti, és csak forint alapon lehet hitelezni. A tendencia az, hogy az új autók esetében, vagy a fiatal használt autók, az nagyjából egy kategóriának felel meg a hitelezés szempontjából. A fiatal az mennyi? Három éves korig még a leasing cégek, most már autoleasing van egyébként csak, a leasing cégek még az új autó megfelelő konstrukciókat adják, az ilyen 5-8%-os kamattal mennek, a idősebb használt autók esetében 10-15% közötti kamattal mennek. A válság előtt azért magasabbak voltak a kamatok még, és akkor pedig svájci frank alapon mentek, inkább 10% felett voltak. 2019. január 1-től történt egy változás, méghozzá az, hogy most már ingyenesen kérhetők le egy-egy használt autó adatai. Ön szerint ez a piacra milyen hatással van, lesz? Igen, mi nagyon reméljük. Egyébként ez a használt autószövetségünk már régi harca, hogy legyen egy olyan használt autóadatbázis, ahol a vásárlók könnyen tájékozódhatnak a használt autók előletéről. 2012-től indult be egyébként egy szolgáltatás, csak eddig ezt bizonyos díj ellenében és egy kicsit nehézkesen lehetett igénybe venni. Most már viszont aki ügyfélkapus hozzáférés kell, és korlátlanul és ingyenesen lekérhető bármely magyarországi autónak a előélete, még csak 2012-től, tehát a 2012-estől a műszaki vizsgák, eredetvizsgák és a tulajdonos változások adatai kérhetőek. Ez ön szerint mennyiben fehéríti majd a piacot? Én azt gondolom, hogy fokozatos, tehát már az eddigi intézkedések is nagyon jók voltak, fokozatosan fog fehéredni szerintem, ez a tapasztalat. Szokás még mindig játszani a kilométerórákkal? Sajnos igen, minimálisan, de sajnos még igen. Jó, hát akkor reméljük, hogy ebben is lesz változás ennek köszönhetően. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm én is.